egyaránt. Persze nem mindenkinek vannak kötélből az idegei, például ez a fiatalember lánya zavarában jól meghúzta a szentelt vizes flaskát. Most látom a fényt. Nagyon jó. Milyen színű a fény, kicsi valamit látsz? Sárga és fehér. Az az Jézus és Isteni. Hú, most ilyen vulkánokat látok. Jullini. Kitör? Nem tör? Milyen? Folyik? Forranak. Engedj be a fényt a testedbe, kicsim. Engedj, hogy be. Ne engedj, hogy uraljon. Ne engedj, hogy átvegy az irányítást. Most jön felém az a szorgos ember. Jön felém az a vulkán, az a szorgos ember. Ja. Exercise book. Majd egy egyezen. Jön. Ugaljat a fajtaló! Gyertek! Gyertek már! Vigyázzatok a gyerekre, nagyon vigyázzatok a gyerekre! Vigyázzatok! Uram a fecsergót! A várját a jába! Ányját támogatok! A lelkevet! A testemet elvihetitek a lelkevet! Se a lelkevet elvihetik, semmit eltőlem! Hűzöm belőle ez a démont, hűzöm belőle ezt a démont, hűzöm! Démon, hagyd el ezt a testet! Hát igen, a megoldás. Hihetetlen, de apuka, mintha tudná, mire van szüksége Ferinek ahhoz, hogy az ördögi Ferencből angyali Ferikévé váljon. Ferike, gyere vissza! Megkapod a Monten Mike-ot, ha elüzöd. Amelyeket te választod. Fehérvárra az ósumban vissza. Engedj ki magadból! Engedjétek el! Nem. Tagadd meg, nincsen! Nem kapja! Tagadd meg! Nem vagy! Nem létező! Nem létező! Ferike! Nem létező, kisfiam! Látom, hogy rendben vagy, már minden oké. Többiek is elengedtek. Itt a dém. Hol a démon? Maja! Na, most már nincs itt a démon. Kijött a démon. Ez az úr Vég József kriminálpszichológus. 16 és fél évig dolgozott börtönben elítéltekkel. Volt a rendőrségnél túsztárgyaló, szóval ha valaki, akkor ő megfejtheti a démon titkát. Bár mindjárt hallani fogják, olyan nagy titok azért nincs is. Megnézve a filmet, nekem az a véleményem, hogy a srác nincs más tudatállapotban. Feltétlenül nem beteg. Talált egy nagyon jó felmentvényt arra, hogy hogyan lehet elrendezni azt a sok rosszat, amit tesz napközben, és ezt ez a kultúra be is fogadja ebben a formában. A szülők nem bűnösek azért, hogy ezt elfogadják. Azért viszont felelnek, ha nem viszik el orvoshoz, mert azért mégiscsak meg kell vizsgáltatni. Szakorvos meg tudja vizsgálni egy EEG vizsgát, hogy például van-e mögötte valódi agyi történés, valóban esetleg lehet mögötte valami pszichés történés. Én azt gondolom, hogy egyébként így megnézve, hogy nincs. Próbára tettük a pszichológusi diagnózist. Bejelentkeztünk a családnál egy kitalált televíziós társaságként, de most a riportert a szakember Vég József alakította. Sárcok, te már tudod, te is a te helyet, én is tudom. Ott hátul maradjatok, hát tűjetek le. Jó? A helyszín megint Nagyberény, ahol Julika és segítői már rutinosan teszik a dolgukat. Készen vagy arra, hogy kezeljünk? Igen. Megint jön a vulkán? Igen, jön. Nos, az lenne jó, ha engednéd ezt a lávát. Tudod, ez egy tisztító energia. Folyik felé. Tűz, kicsim, engedd. Kiégetjük. Nem, jó, lájvá. Lájvá, kilátaf! Jaj! Akinakó! Vigyázzatok! Fogjátok! Ferike, ne engedd, hogy uralkodjon rajtad! A család, akár egy színjátszókör, Julikáikkal kiegészülve pedig már egy igazi színtársulat. Bár Julika a végén a szakértőnek azért beismerte, hogy itt bizony nem minden felel meg a valóságnak. Itt voltam most én. Nem, itt nem. Itt nem volt démon? Nem, nincs itt démon, nincsen. Itt nem volt démon? Itt a legelső pillanatok kezdve nincs démon. És nem is üszti démon? Nem. Hát ezt az őszintességet köszönöm neked. Hűzöm
kiütöm belőle a démon, kiütöm. Démon, hagyd el ezt a testet. Azt látom, hogy ez a kisgyerek súlyos beteg. Na most itt a rájátszás az nagyon sok. Szóval teljes rájátszás van. Ki támogatta még ezt a rájátszás szerinted? Én itt azt látom, hogy csak az apa és az anya. Szóval itt együtt játszik az egész csapat. Aha. Meggyőződése. Teljes meggyőződésem. A felvételek megtekintésekor erről mi is meggyőződhetünk, hiszen Ferike minden leleplező meglepetéssel szolgált. Ne tampjuk, mondom, hétre remélem, hogy jaj! Na! Madám bajba dobtak! Megnézd meg, hogy mivel! Jaj! És akkor még egyszer lassítva. Ez itt Ferike keze. Ez pedig az ütés a fejtámlára. Anyuka egy kicsit fáziskésésben, de valljuk be, első látásra tényleg démoni pofonnak tűnik. Az ördögűzés vatikáni szabályzata a Ferike fél jelenségeknél óvatosságra int, nehogy az ördögök általi megszállottsággal tévesszenek össze közönséges pszichiátriai eseteket. Második János Pál pápa 1998-ban írta le azt a dokumentumot, amely szerint az ördögök által megszállt emberek sokkal nagyobb fizikai erővel rendelkeznek, és ráadásul ismeretlen nyelven beszélnek. Mindezek alapján Ferike ördögi rohamai nem a démonoknak, sokkal inkább saját magának tulajdonítható. Vég József kriminálpszichológus véleménye szerint Ferikének egyszerűen szeretet hiánya van. Berényi Norbert riportját látták a TV2 naplójában.